megoszlanak. Hát, hogy aztán milyen a máltai vízilabda, arra most szót se vesztegessünk. Minden esetre ő itt van, tisztségviselő és képviseli Máltát. De hát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, az Európai Szövetség végrehajtó bizottságában is van máltai tag. Ez a mi névsorunk, különösen meglepetés nincs benne. Kovács Istvánról pedig már tudjuk, hogy ugye az Újpesttel együtt már véghez vitt nem kis bravúrokat, és nem csak az Újpesttel, hanem Kovács Gújával, azaz Kovács Zoltánnal, a kapussal együtt, aki ugyancsak megjárta az Újpestet annak idején. A kezdőcsapatok maradnak most már bent, beöltözve Deli Giannis, akire fölírnám a figyelmét, az Hatzi Teodoru, az ötös számú játékos. Ő nagyon-nagyon jó, egy vendégmunkás, Petar Trubojevic, mint a neve is elárulja, és nagyon-nagyon gólerős a négyes számú játékosok, Kalakonas. Ő az eddigi találkozókon alaposan megszórta magát, összesen 12 gólt szerzett. A magyar kispad, Gábor professzor úr jobb oldalt, kiváló orvos, és mellette aztán még Novák Ferenc szakosztályvezetőt láttuk egy pillanatra a szakvezetői kispadon. No kérem szépen, hát a sapka, nem tudom, hogy kell-e itt a török játékvezető Tulga, a társáról már esett szó, a spanyol Borrellről. És a görögök valami meglepőt csak húztak itt a végére, ugyanis befejezvén a kezdőcsapat kijelölését, Hatzi Teodorót látjuk közben a képernyőn, kiderül, hogy Voltirakis lesz a kezdőkapus, nem Deli Giannis, aki eddig védett, tehát kapusposzton változtattak. Hatzi Teodoru 17 gólos a korábbi találkozókon, kettőt lőtt tegnap. Molnár Tamást látjuk a képernyőn, 15 gólos, tegnap egyszer talált az ellenfél kapujába. Tehát Voltirakis a kapuban, akit nem volt alkalmunk abban az értelemben kitapasztalni, itt látható a képernyőn, hogy nem ő védett, és a korábbi meccsek túlnyomó többségében is inkább Deli Giannis volt az első számú portás. Hát kérem szépen, Bajnokok Ligája döntő magyar résztvevővel Budapesten, a Margit szigeten, a hajós uszodában visszahozhatatlan pillanatok, és a labdáért úszással megkezdődik a döntő. Elhozzuk a labdát! Elhozzuk a labdát! Vegyük ezt egy jó jelnek itt a mérkőzés elején. Magyar támadással indulhat, és a labda annak a Takács Attilának a kezében van, aki tegnap parádésra játszott és gyönyörű gólokat lőtt. Tóth Imre kezdő, és Tóth Imre próbálja betenni. A görögök azonnal váltanak Molnár Papeszre, és Voltirakis néz föl. Tomakos és Hatzi Teodoru, Molnár most már visszaért, és a víz alá is nyomja Hatzi Teodorut. És most kezdődik a semmi ragozása, azaz a biztonsági játék kézről kézre, passzokkal, átadásokkal. Hát, ha jön egy kiállítás is esetleg centerből, Blontakis van bent centerben, járatják a labdát, 10 másodpercen belül vannak, lövőhelyzet lehet Tomákosznak, el is bombázza, Kovács Zoltán két kézzel nyúl érte, biztosan, és megpróbál lefordulni, megpróbál indulni a honvéd. Szép védés, és most talán jön egy jó folytatás majd. Gombos érkezik meg közben. Ki a szélre, de egyelőre Molnár Papesz még nem érkezett meg bent középütt. Most kapja a labdát, eltolja magától a védőt. Megkapják a görögök a labdát. Sajnos ez így volt, ezt el kell ismerni. Voltirakis a labdával, Kásás Zoltán magyaráz közben. Trubojevic. Változatlanul Blontakis bent centerben, 8 gólos a korábbi Bajnokok Ligája mérkőzéseken is. Kiállítás Blontakisról nálunk, Takácsot küldi ki, az első emberelőnyös helyzet. Ugye tegnap nagyon-nagyon jól lőtték az emberelőnyt a görögök. Az Olimpiákhoz kezén tárt most a labda, és járatják körbe. Hatzis teszi ki oldalra Hatzi Teodorunak. Hatzi Teodoru előtt kettős blokk, Hatzis. És megjáratják, és be is lövik. Kalakonas lövi be az emberelőnyt, ugyanolyan biztosan, mint tegnap, görög vezetés.
szépen megjáratják, és a rövid sarokra Kalakonász küld egy pattintott lövést. Vezet tehát az ellenfél, emberelőnyből lőtt góllal. Kihasználják a kínálkozó lehetőséget, amit kaptak. Kalakonász ezzel 13 gólos a Bajnokok Ligája sorozatban. Tegnap csak egy gólt lőtt, ma is megállhatna ennél az egynél. Járassuk hátul a labdát. A görög szurkolótábort lehet látni egy pillanatra a képernyőn. És akkor a labdajáratása hátul. Jéger oldalra Gombosnak. Jéger jön megint egy picit hamarabb. Magasan védekező kezek. Remekül összeszokott védőmunka jellemezte tegnap az olimpiákhoz. Viros adja vissza a labdát. Jéger lóbál. Nehéz bejátszani centerbe. És mozdulnak, pattognak ám kifelé rendesen a görögök. 10 másodpercen belül vigyázni, gyerekek. Molnár mellé húzza, egy pillanatra szabadon maradt, de nem tudta behúzni. Nagy lehetőség volt ez a csavar, ami mellé ment. Kiállítás közben áthúzza magát Tóth Imrén Vlontakis, Vlontakis Tudakon, Tóth Imre emberelős helyzetben, a csapatkapitány kezén a labda, Tóth Imre belőle. 1-1. Kaptunk egy emberelőnyt, bevallom, érdekes körülmények között, de a lényeg, hogy Tóth Imre egyenlít, alaposan megtáncolgatja Voltirakis, és mikor süllyed a kapus, mikor kicsúszik alóla a Sámli, mert itt még azon áll, akkor szépen elteszi Tóth Imre a hosszú oldalra. Két emberelőny góllal kezdődik tehát a Bajnokok Ligája döntő. Imre tegnap nagyon jól játszott. 100 000 éves már, ahogy a pólósberkekben mondják. Gyönyörű gólpassza volt, a jelenléte mindig sokat számít. 1-1 tehát. Hát Cisz teszi tovább a labdát. Lontakis van bent centerben, ahogy azt már megszokhattuk. Nagyon sok támadó idejük van még, Vlontakis próbál beljebb úszni, látványosan szenved, hát ha kiállítás lesz a vége. Nem lövik el, még 10-en fölül vagyunk, most 10-en belül már, most be a centernek kiállítás. Ezúttal Jéger küldik ki, a második ember előnyös helyzetet kapja meg tehát az Olimpiakos gárdája. Na nézzük, most is olyan biztos kezük lesz-e, megremege a kéz vagy sem, mint az imént, az iménti góllövő. Most nem ő lövi el természetesen, átteszik Hadzi Teodórura, és most jól védekezik a honvéd is. Nevezetesen Bárány Attila blokkolt. 8 másodperc van még a kiállításból. Azonnal visszateszik Hadzi Teodórunak. Most már sürgeti az idő a görögöket. Kiteszik bentről húzásról, és kihagyják. Trübojevics, Kásás Zoltán magyaráz, és jöhet előre közben a honvéd, Kis Gergő. Tehát tudnak ők is hibázni, most már ez kiderült egyértelműen emberelőnyös helyzetben. Jéger. Megjáratott labda, ezúttal most Bárány van bent centerben, és egy átlövési kísérlet, ez kellett. Még ha kicsit talán értetlennek is tűnt, azért, mert addig a centerről nem húzódnak ki, amíg távoli lövéssel nem próbálkozunk. Gombos, marad a teljes támadóidő, azonban a mi birtokunkban, és ez a lényeg. Egy bemozdulás közben, egy helycsere, egy váltás kint, Jéger kezén a labda, próbál közelebb menni, rátámaszkodnak a vállára. Azért ennél többet kell mozogni és mozgatni a görög védőfalat. Viros teszi vissza Jégernek megint a labdát. Újabb bemozdulás, Kis Gergő, gyönyörű volt! Attila, akciógól kérem szépen. Egy gyönyörűséges passz és centerből Bárány eredményes. Akciógól, kapufás gól. Báránynak ez az első gólja a két nap alatt. Kovács István örülhet. Gyönyörű volt az átadás, és nagyon-nagyon szép a befejezés. No, átvettük a vezetést, kérem szépen, és ezt most már gondolom a végéig meg is kéne tartani, nem kéne kiengedni a kezünkből. Trubojevic. Szívós Márton vele szemben. Trubojevic kapja vissza.
Kovács mozdul ki nagyon jó ütemben a kapuból. Zlontakis hatástalanítva. Jó van Zoli, szépen mozdul ki, nagyon-nagyon jókor. Kis Gergely át a másik oldalra Bilosnak. Megint Bárány próbál bemenni középre, át is húzza magát egy pillanatra, ott volt szabadon, csak onnan nem lehetett betenni arról az oldalról a labdát. Trübojev is gyötri meg alaposan. Biros, és most jó a bejátszás, kiállítás. Trübojevicet küldi ki, nagy lehetőség tehát. A második ember előnyös helyzete a Honvédnak, és ha belővik, akkor elhúzhatnak az ellenféltől. Na nézzük, Gombos, és vissza Kis Gergő, rá nagyon vigyáznak, tegnap 4 volt lőtt emberforból. Kis Gergő gyönyörű! De szépen találta meg megint Várány, de ezúttal nem jött be a befejezés. Lejár közben a kiállítás, vigyázni gyerekek, úgy van! Még egyszer meg tudtuk járatni emberelőnyben a labdát. 50-50%, ugyanúgy, mint az olimpiákosnál a helyzet kihasználás. Talán sokakban fölvetődött, hogy érdemes volt-e ellőni a labdát, abban az értelemben, hogy Kovács István nem kér időt, de hát rengeteg van még hátra a meccsből, nem szabad elpazarolni az időkérést. Ez nagyon kiállítás gyanús, egyelőre csak szabad dobást ér, Lontakis ennyit tudott kiharcolni, ennyit tudott tenni a csapatáért. És hogy milyen szívós ellenfél az olimpiákhoz, azt most pontosan érezhetjük. Trubojevic, és be középre, újból kiállítás. Szórják kifelé az embereinket ezúttal Biros. Görög időkérés. És akár mennyire vagyunk a mérkőzés elején, hiszen az első negyedben vagyunk. Említettem az imént az időkérés jelentőségét. Kásár Zoltán úgy gondolja, hogy egyenlíteni kell, muszáj időt kérni. Egy kicsi figyelmet, uraim, mondja itt az egyik gólszerző Kalakonas, Hadzi Teodoru mellette, a kép hátterében Blontakis. Hát, egy labdajáratás, egy pozíciócsere, egy forgás, ezt kellene végigjátszani az olimpiákosznak ahhoz, hogy gólt lőjön. 2-1-es magyar vezetés az első negyed vége felé a Bajnokok Ligája döntőjében, amit soha korábban Beckett már nyert magyar csapat Bajnokok Ligáját, nem, és ez ugyanolyan külön időszámítás a BL, mint a fociban. Hadzi szalabdával, Hadzi Teodoru. Ki a szélekre, és visszajáratják tehát a labdát, Hadzi Teodoru. 10 másodperc még a kiállításból, Hadzi Teodoru kezén a labda. Ó, oh, köszönjük! A második kihagyott emberelőnyük. Marad a magyar vezetés, jócskán, de jócskán fölé, borzasztó gyatra kísérlet, ami azt mutatja, hogy a tegnapi nappal ellentétben sokkal, de sokkal idegesebbek a görögök. Kis Gergő, Biros, kapás! Voltirakis kár volt ezt most ellőni. Ezt kár volt ellőni, Angela úr közben a görög kispadról a másodedzőt figyelmezteti. Átment a másik oldalra. Tomákos, vigyázni. Az utolsó másodpercek végig náluk lehet már a labdatámadásban, Hadzi Teodoru. Most már ki lehet majd pattogni szorosra is. Addig nem lövik el, amíg még van idejük. Most az utolsó másodpercek a támadó időből, most vigyázni a kapásra. Kapufa, szerencsénk is van, jól van. Most már mindegy, hogy fölúszunk-e vagy sem. A lényeg az, hogy 2-1-es magyar vezetés tehát. Hát jól kezdődik, Kalakonas révén emberelőnyből lőtt gól, mi emberelőnyből egyenlítünk, és Bárány megszerzi a vezetést. Jól van, srácok, csak így tovább. Izguljon, idegeskedjen a görög csapat. Mint említettem, kegdöntőben voltak, vesztettek, sorozatban vesztették a döntőket, és azért ez nem egy könnyű dolog. Ez egy más műfaj döntőt nyerni, mint egy bajnokság, ahol hát hosszú sorozat, amiben belefér egy botlás is. Köszönöm.
Mozgás legyen és belövőd, szugerálják, bűvölik egymást a magyar játékosok, hogy vállalt el nyugodtan, sikerülni fog. Hát kérem szépen, 2-1, de hát tegnap is volt egy olyan kezdés, ugye, ami után megtorpanás jött a második negyedben, nem jósolni szeretnék, nem ijesztgetni, nem rémisztgetni, egész egyszerűen csak a tegnapi koreográfiáról beszélek. Még egyszer mondom, egyéni képességekben jobb a Honvéd Dominó együttese, és ha ez kijön, akkor ez a végére egy sima mérkőzés lehet, itt nincs mese. Kis Gergő a tegnapi nap hőse, és a mérkőzés eddigi statisztikája, akciógólunk volt már, ugye mind a két csapat lőtt emberelőnyből egy-egy gólt, és egyáltalán 6-4 a kapura lövések aránya a javunkra. 4 métereshez még egyik csapat sem jutott, és 3 kiállítás volt nálunk, 2 kiállítás volt az Olympiakosznál. Tegnap nagyon jól beosztotta az erejét a csapat, nem pontozottak ki játékosok, bírták a végéig, és ezt a taktikát, ezt a már bevált receptet, ezt a már bevált gyógyszert kell követni a folytatásban. A második labdára úszás, az elsőnél mi hoztuk el. A másodiknál most a Pireusz. Ezzel a fölúszással azért jó néhány másodpercet el fognak most veszteni. Tomákos, nincs az a lendület bennük, és nagyon messze vannak, mint látható a képernyőn is a kaputól, olyan messze, hogy a kapu nem is fér az úgynevezett totál képre, tehát távoli lövéstől, kapás lövéstől nem kell tartani, ez azt jelenti, hogy a mieink bebehúzódhatnak, segíthetnek a center semlegesítésében, ezt tette most Tóth Imre is, és aztán bent Tóth Imrét állítják most ki. Tóth Imre is összegyűjt át egy személyhibát, a harmadik és most már a negyedik görög előny, csak egyet lőttek be az eddigi 3-ból, 33%, és most megint Kalakonászra játsszák a figurát, és Kalakonász belövi. 2-2 tehát, Kalakonász már lőtt emberelőny, ugyanebből a pattintott figurából, most megint ezt a tudományát süti el, ezt adja el, de meg kell, hogy mondjam, hogy jól csinálja, tehát amit megtanult az iskolával, azt tudja 2-2. Kettőből egy ember előny nálunk, ami kihasznált, 4-ből 2 a másik oldalon. Ú, de rossz passz, de rossz passz, de rossz passz, srácok! Voltirakis. Egy hosszú indítás előre a kétszeres gólszerző Kalakonásznak. Megúsznak a görögök, megvan a helyzetük, belövik. Hadzis a gólszerző, tegnap 2-t lőtt, és most már sajnos a görögök is lőnek ember előnyből gólt. Meglepte a mieinket, hogy lefordulnak rólunk, van szabad ember. Hadzis körbenéz, és Kovács Zoli hasa alatt, hasa mellett pontosabban belövi. A védő sem volt a helyzet magaslatán, a kapus sem, nincs zárva a rövid sarok, görög vezetés. És ez egy kellemetlen meglepetés itt. Hadzis tehát a gólszerző. 1-0-ra vezettek, újabb eladott labda sajnos. És átkozott volt tegnap is a második negyed. Egyelőre ez az átok, mintha átragadt volna mai napra is. Gyerünk, gyerünk a biztatással a nézőtérről. Psihosz a labdával. Kalakonász. Psihosz kapja vissza, Molnár vele szemben. Berecki védekezik a centerrel, Platanitisszel szemben. És Platanitis szabálytalan, jól van. Legalább nem tudta növelni az előnyét a Pireusz, az Olympiakosz. Kis Gergő. Azt, hogy megismételje a tegnapi teljesítményt, túlzás lenne várni. Tegnap extra klasszis volt, annál viszont többet kell mutatnia, amit eddig produkált. Sugár Sándor a labdával. És ő kapja vissza, Hadzi Teodóru mellette. Berecki próbálkozás, magasodó görög kezek, ugyanúgy, mint tegnap. Nem győztük eleget csodálni a nagyszerű védekezésüket, a jó blokkolásaikat, és ebben mesterek most is a mai napon. Kis Gergő kapja vissza a labdát.
teljes támadó időnk van, nem kell sietni, lehet próbálkozni, lehet járatni a labdát. Biros, Tóth Imre, illetve Kis Gergő tehetik be oldalról a labdát, attól függően, hogy merre fordul Molnár. Tóth Imre, kapás lövés, kapufára. És aztán Tóth Imréről lerúgja magát, és indul Tomákhoz, sajnos lemaradt Tóth Imre. Egy forban vannak a görögök, vigyázni Imrének, igyekeznie kell visszafelé, marad a 3-2 oda az Olimpiákosznak. Mint látható egyelőre még forban, Tóth Imre most ér vissza, addig nem lövik el, nem lövik el, akkor rendezhetjük a sorokat. 3-2 a Pireusznak. Megérinti őket is a kapkodás szele. Ellövik a labdát, méltatlankodik is Kásás Zoltán. Volt még egy tengernyi idő, annyi tengernyi, mint amennyi víz van a Pireusz élbőlben. Biros közben a télen, Biros úszik meg. Kapufa, két kapufa! Mind a két kapufát éri Biros lövése, mégsem megy be. Hihetetlen balszerencse, egy, még egy és kifelé. Hát ezek nem hazai kapufák. Marad a 3-2 az Olimpiákosznak. Trubojevic. Két kapufás labda is, egy hullámon nem pattam be. A kapus hátáról, fejebúbjáról nem pattam be. Támadó hiba, ellökte magától az emberét Hadzi Teodoru. És most mi próbálunk megint indulni? Kis Gergő húzza meg, Hadzi Teodoru lemarad egyelőre. Kis át a másik oldalra megint. Mindenki visszaért a görögöktől. Molnár, Molnár kezén a labda, addig nincs kiállítás, míg a kezén kiállítás. Abban a pillanatban, hogy elengedte Platanitiszt, kiszórják. Nem is Platanitiszt, hanem Tomákhozt, a harmadik ember előnyös lehetőség, eddig 50%-nál tartunk a kihasználásban. Biros, Tóth Imre, Kis Gergő vissza, Biros, bele a blokkba. 5 másodperc a kiállításból, Tóth Imre. Gól, szép volt Imre, bravo! Tóth Imre második gólja, érzi a kapitány, a nagy öreg, hogy vinni kell a csapatot. Mert itt megremegtek egy picit a kezek, elcsavarja, hihetetlen a mozdulat, le a vízre, csuklóból ráborít még. Tóth Imre két gólos, kihasználjuk az előnyt. Jól van Imre. Fú, de nehéz volt, uramatyám. Az a csukló mozdulat, az majd egy külön tanulmányt érdemel, fizikailag hogy lehet úgy elengedni a labdát a végén. 3-3. Két emberelőny és egy akciógól a Honvéd dominó számláján. Két emberelőny gól és egy akciógól az Olimpiákos Pireusz számláján. Kopírozzák egymást a csapatok egyelőre. Trbojevic. Már megint kiállítás nálunk. Berecki. 5-3 a kiállítások aránya egyelőre. A görögök javára, tehát a mi kárunkra. Hadzi Teodoru teszi tovább. Hadzi Teodoru most bejött a szélső lövőposztról, onnan, ahol most Trubojevic van. És a harmadik már nem megy. A harmadik már nem megy. Kalakonásznak jó volt a blokk. Marad a 3-3. 5-ből csak 2-t lőtt be, 3-at kihagyott emberelőnyben az Olimpiákhoz. Gyerünk, hát a Takács megrázza magát, mint tegnap. Vissza lehet venni a vezetést. Egyelőre két görög és egy magyar gól ebben a második negyedben, amiből kevesebb, mint 2 perc van hátra. Sugár. Csak nagyon megjáratott helyzet után lehet lőni, amikor a védők még nem érnek oda. Remek lábtempóval mozdulnak. Gyertek srácok, biztassátok a fiúkat, egy kis srácok fölemelt kézzel. Elhagyta a medencét a labda, azért kellett oldalról bedobni. Gombos. Erről az oldalról nem jó a bejátszási kísérlet. Biros teszi ugyanoda vissza. Sugár, csak ijeszget, de nem lövi el, majdnem elhalászta a labdát Tomákhoz. Még van 15 másodperc, még az nagyon-nagyon sok idő. De nem lehet betenni középre, nem lehet betenni középre, most viszont lassan már el kell lőni. Bele a blokkba megint, de ez azt jelenti, hogy újra kezdődik a 35 másodperc.
és megint kísérletezhetünk tovább. Megint Szívósi kéne letenni ott a labdát a sarokba, hát ha onnan be lehet játszani. Sugár, tudják, hogy nem lövi el, így aztán nem is mennek ki rá szorosra. Na nézzük, be lehet-e tenni Báránynak a labdát arról az oldalról. Takács, rátámaszkodnak a vállára. Másodperceket vesztünk ezzel pont akkor, amikor Biros megindult befelé. Tízen belül, vigyázni gyerekek, legalább próbáljuk meg lőni, Szívós. Szívós még mindig, 2 másodperc, nincs kiállítás. Szívós néz föl, hogy mi van, és el is lövi, lejárt a támadó idő. Hát, borzasztó nehéz egyelőre ez a második negyed, amiből egy támadásnyi idő van még, és ez a támadásnyi idő a görögöké, az Olympiakos Pireuszé, az ő kezükön a labda. Kalakonász, a 2 gólt szerző, Kalakonász, jó lenne kivédekezni, ha már nem lőttünk mi gólt, legalább ne is kapjunk itt a végére, és aztán túlléphetünk a rossz emlékű második negyeden. Szihosz, lőjön, ha akar, mondják a mieink, még több mint 10 másodperc, Szihosz nem lövi el, és egyelőre nem is teszi be. Sarokdobás, 6 másodperccel a vége előtt. Óriási taktikai csata a medencében, nagyon jó csapat teljesítmény az Olympiakosnál. A mieink fejben talán egy picit fáradtabbak, de össze kell, hogy szedjék magukat a végére. Nincs mese, Pszichosz, Bajnokok Ligája döntőről van szó. Most lövik el, belövik! Belövik a kutya fáját neki! Tomákos gólt szerez, és sajnos a második gól, amelyben benne van Kovács Zoltán. Görög vezetés sajnos, itt a gól még egyszer, egy potyagóllal, Olympiakos előny a meccs felénél. Mezei Dániel és Csapó Dudi következik. Hát Dudi, mit szólsz ehhez a gólhoz? Hát mit szólsz ehhez? Mellé nyúlt a gólja sajnos, azzal együtt, hogy így, mint játékos, meg mint edző is az a véleményem, ezzel együtt, hogy a mezőny játékosnak nem szabad hagyni, hogy ellője a labdát. Szóval a gólja hibája, de csak azután, hogy a védő hibázott. Igen, de gólja hozta a tegnapi mérkőzést, tehát... Na jó, hát rendben van, akkor is ezt mondjuk védeni kell, de hozzáteszem, hogy a védő nagyon nagyot hibázott. Gyönyörű gólokat láttunk, mondjuk Molnár Tamás center gólja zseniális volt. El kell ismerni, amit a Jenő mondott, nagyon jó csapatjátékot játszik a görög csapat. És a másik része a dolognak egy nagyon szép lefordulás volt lőttek. A védekezésükről mit tudnál mondani, mert nagyon nehezen tudunk kapu közelébe férkőzni. Nem szeretek erről beszélni, mert én centert játszottam, és hozzáteszem, hogy nem azért, azt mert nekem, nem, nekem olyan lövőim voltak, mint Faragó Tamás, mint Budavári, mint Korrát. Szóval ez a zóna, ez azok ellen, a lövők ellen nem működne, a 100%. Nézd, ilyen ője a szó. 5-3 tehát a kiállítások aránya az Olympiakos Pireusz javára, és ha nem is használják ki a görögök olyan jól az ember előnyüket, mint tegnap, itt láthatod az összes statisztika megint, tehát az összes gól, az akcióból szerzett gólok, és most már ez a Pireusz javára billenti a mérleget. Emberelőnyből lőtt gólok 2-2 mind a két oldalon, a kapura lövések több próbálkozásunk volt, de kevésbé eredményes, és 5 hibapontja van, mint csapatnak, a Honvéd Dominónak, és 3 hiba pontja van az Olympiakos Pireusznak. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak fegyelmezetten védekeznek a görögök, hanem szabályosan és jól is, ami hát még a végén sokat számíthat. Biros nézegeti a tenyerét, egy kicsit dühösen, bosszusan Kovács István, nem kell dühösnek lenni, Pista. Kokó persze, Pistát nem is használunk. Egy-egy labda elhozata mind a két oldalon, és a görögök hozzák el megint. Kétszer hozta most már el az Olympiakos Pireusz, és nem szabad, hogy most elmenjenek tőlünk, mert az végzetes lehet. Lélekben is meg kell nyerni egy mérkőzést, fejben is meg kell nyerni egy mérkőzést, Hadzi Teodoro a labdával. Blontakis van bent centerben, és kőkeményen fogják egyelőre, 10 másodperc támadó idő még, Szűhoz megy közelebb, Jéger védekezik bent, és kiállítás, Jégert már szórják is ki, a második személyi hibája, és a 6. görög előny. Hát ha ez belövik, komoly gondban lehetünk, na nézzük, gyerünk srácok, most mutassuk meg, hogy mi hogy tudunk védekezni. Tomákos és tovább a másik oldalra. Hadzis, Hadzi Teodoro, hát elkapja őket a hív, ez az, ebben lehetett bízni, Hadzi Teodoro, és az ismétlés, lejár a kiállítás, vigyázni! Kalakonász a 3. gólját lövi ember előnyből.
két gólos vezetés oda. Kalakonász az 5-ből 3-at szerzett. És ez már a jegyzőkönyv szerint nem emberelőnyből szerzett gól, mert jött be a kiállított magyar játékos. Kalakonász viszi a csapatot, nem Hadzi Teodoru. 15 gólnál tart, és a Bajnokok Ligája döntőben egyelőre 4-4. A harmadik negyed eleje, kritikus mérkőzés helyzet. Gólt kell lőnie mindenféleképpen, gólt kell lőnie a Honvéd Dominónak. Szívóztatja tovább a labdát, és megy a helyére a bal szélre. Kicsit több kockázatvállalás is kell, ez most már nem kérdéses, csak hogy éppen ki. Takács kiállítás. A játékvezető mutatja, hiába szerezték meg a labdát a görögök, ő belefújt, és hiába is indulnak meg. Belefújt a török játékvezető, mutatta egyértelműen. Na de mit fújt bele? Hát mit fújt, ember? Aztán odaadja a labdát a görögöknek. Hát ez most meglehetősen furcsa ítélet. Ez meglehetősen furcsa ítélet. Visszatáncolt, ha úgy tetszik, Tulga. Nem szabad gólt kapni, így változik most a helyzet. Tomákos, jó a blokk, ez az, és nem megy ki a labda. A miénk, lehet indulni előre. És hát remélem, hogy az a bizonyos szél majd megfordul. A játékvezetők keltette szél, egy kicsi szimpátiát mi is kelthetünk. 6-3 a kiállítások aránya Budapesten, azért ez valljuk meg, hogy szokatlan. Takácsnál a labda, és belövik. A kapus megfogja, víz alá visszük, és sajnos a mi kezünkön van a labda, Molnár kezén, ilyenkor ugye tetszenek tudni a szabályt. Ha szabálytalanság is előzi meg a labda víz alá vitelét, ha kézben van, akkor bizony ez az ítélet születhet, csak ezt mondja elő a szabály. Furcsa, érthetetlen, sokszor csodálkoztunk rajta. 5-3 az Olympiakos Pireusnak. Újabb kiállítás, most Takács, neki is a második hibája. 7-3 a kiállítások aránya. Még jó, hogy vezetem, mert különben nem hinném el. Trubojevic, megint nagy lehetőséget kapott az Olympiakos. Könnyedén járatják a labdát, látszik, hogy iszonyatosan sok munka van ebben. Húzásra beteszik, és beteszik. Gól. Hadzi Teodoru használja ki. Még vár egy ütemet, hogy a kapus elmozduljon. Nem ütemre lövi el. Sajnos szépen csinálja, ez az igazság. Hadzi Teodoru. Lehet, hogy a 2006-os EB-t nekünk akarják adni, de már lassan azt mondom, ne adják nekünk. A tavalyi EB-re, meg egyelőre erre a mérkőzésre gondolok, hát nem állunk jól. Több kockázatvállalás kell, több bátorság kell most már a játékhoz. Persze az, hogy kockázatvállalás, az nem jó nekünk, abban benne van a hiba is. De vállalkozni kell, Kis Gergő teszi át a másik oldalra, szívós, 10 másodperc támadó idő, ott a helyzet, és nincs gól, Molnár. Molnár egy csavart hibázott már, és most egy zicsert, ezzel nem lehet nyerni. Srácok, hát ennél több kell. 6-3 az Olympiakosnak. Hadzis kezén a labda. Hadzis, 13-12 másodperc támadó idő, jól kiszorítjuk a centert, messze van a kaputól, csak ne legyen kiállítás. Trubojevic, megúsznak a görögök, és ott már nem tudnak vele mit kezdeni. Kint volt a labda, hozzáért a parafához, ez azt jelenti, hogy elhagyta az alapvonalat. Molnár helyett jön, Bárány centerben, de mire fölúszik, el fog menni a támadóidőn, mert most cseréltünk. Hát ez nagy luxus volt most ebben az esetben, létszámfölényben a görögök. Ez nem volt jó, ütemű csere.
kevesebben vagyunk, meg kell várni, míg Bárány fölér, tengernyi idő megy el megint csak. Kis Gergő megérkezett, Bárány, Kis Gergő is ellövi, szerencsére szöglet. Hát ez az, amire utaltam, többet kell kockáztatni, és ebben sajnos a hiba lehetőség is benne van, nincs mese. Ez már olyan, mint 19-re lapot kérni. Hagytuk, hogy elmenjenek a görögök. Gólt kell lőni, hát három gólnál járunk, abból kettő előnyből. Kapufa! Bárány lő kapufát. És kiállítás nálunk. A visszaúszó játékos szabálytalankodik. Bárány, na náhagykásás, kiváló edző, kikéri az idejét azonnal. Nagyon jó meccsel Kásás Zoltán. Ezt azért úgy szépen meg kell jegyezni minden mellett. Minden rezdüléssel együtt él. És hát három negyed alatt három gól, 7 percenként egy gól, kedves nézők, ez egyelőre kevés. Molnár ujját teszik helyre, hogy így mondjam. Hát ha továbbra is ilyen fegyelmezetten játszik az Olimpiákhoz, mint eddig, akkor itt nagy baj van. Külön zajlik egy mérkőzés a medencében a játékosok között, külön zajlik mérkőzés a kispadon az edzők között. Kásás Zoli fantasztikusan jól csinálja eddig, és egy újabb emberelőny a görögöknek, akkor, amikor három góllal vezetnek. Tomákos, Hadzis, belövik, minden további nélkül, Platanitis, nagyon jól játszanak. Romjaiban hever a Honvéd dominó, villog, brillíroz egyelőre az Olimpiákhoz. Újabb emberelőnyből lőtt gól. Erre lehet azt mondani, hogy nem szép dolog emberelőnyből gólt lőni, de hozzáteszem, hogy akik ilyen szinten használják ki, abban valami egészen elképesztő munka van. És innen most már csoda kell. Innen csoda kell. Nem akartam kimondani ezt a szót. Kovács Zoli, Kovács gólya arcán is azt hiszem ez pontosan látszott. Takács Attila. Visszakapja a labdát Sugártól. Takács. Sugár megint. A görögök sem nyertek még BL-t. Beket sem korábban. Minden esélyük megvan most rá. Sajnos Hrubojevic, kénytelen vagyok ezt mondani. Fölállunk egyelőre, Hadzi Teodoro, kapufa! Jó van, elkapta őket a hév, nem játszották ki a támadóidőt. Egy-egy ilyen fegyelmezetlenség a délvidéki mi voltukból, a temperamentumokból fakadó fegyelmezetlenség segíthet, de csak akkor, ha mi jól játszunk. Ha mi nem játszunk jól, akkor az egész kutyagumit sem ér. Takács! Takács, belőli, ez az! Tegnap is volt átlövésgólja, ezt kell kockáztatni kell, vállalkozni kell. Itt most már nincs más. Takács Attila. Messziről, átlövésből, nagy gól. A harmadik gólja itt Pesten a BL döntőben. És a negyedik magyar találat. Egy picit fölzárkózunk vele. Na még itt a negyedből van egy perc. Hát, ha megint elkap egy görögöt a hév. Hát, ha előjünk, gyönyörű labdaszerzés, induljunk meg! Menjünk, srácok, lefordulunk a görögökről. Ez lehet a fordulópont. Nézzen vissza valaki a labdáért. Kovács Zoltán, oda már nem tudja földobni a kapu, srácok. Kis Gergő, visszaérnek a görögök. Nem nézett vissza, mindenki megindult előre. De nem baj, nálunk a labda, és ez a lényeg, Tóth Imre. Bárány bent középütt. Na Imre,
Kis Gergő megmozdulását lefújják. Amikor vészhelyzetbe kerülnek a görögök, akkor lefújják. Húha! Egy pillanatra úgy nézett ki, hogy fölcsillanhat a remény. Volt két hiba. Ellőtték a labdát, labdát szereztünk. Na nézzük, 10 másodpercük van még. Hadzi Teodoro. Visszaadják. Újabb ellőtt labda, 6 másodperc még. Sugár próbálja meg föltenni, hát ha el lehet lőni, Bárány. Pont középre. Hát kérem szépen, 7-4 oda. És hát ha itt megint nézegetjük, akkor ebben a negyedben is görög nevek a jól lövő listán. Nem szabad most semmi külső körülménnyel foglalkozni. Játszani kell. A török játékvezető jön pihenni, és dobálni kezdték a másik oldalon, hozzáteszem. A harag nem jó tanácsadó. Egyelőre a tegnapi teljesítményéhez képest csak árnyéka önmagának. A Honvéd dominó. És jön a versenybírói asztalhoz a török. És azért mondom, hogy ez nem jó tanácsadó. Eddig sem szimpatizáltak velünk persze különösebben a bírók, de hát ha itt elszabadul a pokol, akkor még rátehetnek egy lapáttal, valljuk meg. 3 gólos hátrányt kellene behozni az utolsó negyed előtt. És ugye sokszor beszéltünk arról, hogy sportdiplomáciai pozíciókat veszítettünk dr. Salamon Ferenc révén a nemzetközi vezérkarban. Nincs már a világ csoportban magyar vezető. Tehát ha a játékvezetők rosszul fújnak ellenünk, akkor nagyon nehéz tenni ellene bármit is, és nehéz a sportdiplomáciában manőverezni hátul, hogy bizonyos bírókat esetleg ne kapjunk. A statisztikák sajnos a görögök mellett szólnak, legfőképpen persze a 7-4-es mérkőzés állás. Be lehet-e hozni 7 perc alatt 3 gólt? Őszintén szólva emberfeletti a feladat. Ami talán könnyebben elérhető, az a hosszabbítás kiharcolása. De hát ahhoz is nagyon-nagyon jó kell játszani. Birosnál a labda, mehetünk előre. 2-2 a labda elhozatalok aránya. Sugár. A jól játszó Takács, a kellemes meglepetés. Nincs ítélet, és ezért nem szabad betenni ilyen helyzetben a labdát, őszintén szólva, mert nagy a kalamajka bent, nem is fújnak a bírók semmit. Az első támadást elszalasztjuk, és sajnos ez másodperceket jelent most már, azokat a másodperceket, amelyekből egyre kevesebb van itt a végére. Trybojevic teszi tovább a labdát. Hadzi Teodoro. Hadzis. Ellövik messziről, gól. Hát ez így nem megy. Hadzis a kígyótérről megereszt egy bombát. És hát ez, ebben kapus is van, itt nincs mese, sajnos, bocsánatot kérek. De hát ez az igazság. Egészen messziről, akármilyen jól helyezett. Hát látják, hogy lőni fog. Szorosabban kéne kimenni rá. És hát lélekben is föl lehetett volna erre készülni. Hát ez 2 akciógólt lőtt a mérkőzésem. És ha azt mondtuk, 3 gólnál, hogy szinte ember feletti a dolog, akkor mit mondjon az ember 4-8-nál? Biros. Sugár. Bele a blokkba. De messzire pattan ez a fránya labda. Majd jön a Kovács gólya. Menj vissza Attila, ne tegye rá, hát így, amire fölteszed. Megy az idő, megy a támadó idő, és egyáltalán
5 és fél perc van már csak hátra az utolsó negyedből. Sugár. Nem jár a labda, és szerelnek a görögök. Boltirakis beállítása is egy picit elbizonytalanította a lövőembereinket. Ez is jó húzás volt Gásás Zoltántól, ha már azt mondom, hogy mi mindent csinált jól. Új kapus, biztos játék, 100%-os ember kihasználását, nem 100 persze, de hát nagyon jó arány. Duzzadnak az erőtől, az önbizalomtól, míg a mieinket megrettentette, hogy idehaza kéne nyerni. Labdaszerzés. Visszaszerzik a görögök. Hadzi Teodoru. Próbálunk megindulni. Biros viszi a labdát, de bátran, srácok, hát itt most már nincs mitől félni, nem mi vezetünk. Megérkezik Sugár is. Át a másik oldalra. Járatott labda, Bárány centerben. Nagy lóba, gól, ez az! Ismét Takács Attila. Gyönyörű gól messziről. Hát ha Takácsnak lennének társai, Istenem, mekkora gólokat lő! 8-5 a görögöknek, följebb zárkózunk azért. És hát Voltirakis sem nagyon remekelt ennél a távoli lövésnél, valljuk meg. 3 a hátrányunk. Ki kellene védekezni egy görög akciót? Ki kellene védekezni? Hadzi Teodoru. Hadzis. Tomákos. Csak nehogy kiállítás legyen nálunk. Jéger védekezik bent centerben. Hadzi Teodoru. Jó keze van. De milyen jó keze van! Hadzi Teodoru. És amit messziről kapura lőnek a görögök, mindenbe megy. Így nem tudunk nyerni. Hadzi Teodoru újból elvállalja. Remek keze van, nagyszerű csuklója. De hát jó kapus teljesítménynél kapust is cserélünk. Kovács Zoltán helyett Pelle Balázs a végére. Hát azért ez nagyon bent van. Kapus csere tehát. És borzasztó mérgesen csapkodja Takács Attila a követ. Hiába hozta vissza a reményt, egy picit az imént. Ezzel megint vége. Kapufa. El kell lőni. Ezért már senkit nem lehet hibáztatni, kockáztatni kell. Mi nem játszhatjuk ki a 35 másodperces támadó időket, nem úgy, mint a görögök, hiszen az öngyilkosság lenne. 3-1-re nyerik a görögök a második negyedet, 3-1-re nyerik a harmadik negyedet, és egyelőre 2-1-re ezt. Hát ez akárhogy számoljuk, nem tudjuk úgy forgatni, hogy jó legyen nekünk. Pelle Balázs mozdul ki és szerez labdát. Kis Gergely. Kis teszi tovább. Még az jó lehet, be kell fejezni, gombos. Visszajönnek a görögök közben. Kis Gergő. Menne szegény beljebb, középre, kiállítás a görögöknél. Emberelőnyös helyzetben vagyunk. A negyedik emberelőnyös helyzetünk. Bele a blokkba. Kész. Biros akart nagyon gólt lőni. Csúnyán bele a blokkba. Az Olimpiákhoz hozhatja föl, ugye visszajöhet a kiállított játékos. Trubajevic, Tomákos, összesen 5 gól. 25-26 perc alatt. Szép labdaszerzés, Biros. De hát ez még csak a dolgok egyik vége. Úszni kéne, gólt kéne lőni. Kis Gergő majdnem elúszik a labda mögött. A másik oldal szabad. Bent van, na végre bent van. Bárány a második gól megúszás után. Mármint az ő második gólja. 9-6. Bárány nagyon helyezni akarja. Most a kapufáról bemegy végre. 9-6-ra szépít a Honvéd dominó.
Négy támadásnyi idő van hátra, négy támadásnyi idő, és három gól a hátrányunk tehát. Ha kijátsza a támadó időket az Olympiakos Pireus, megnyeri a meccset. Most kéne, hogy az, hogy ők 10-15 másodperc után ellőjék, és mi gyakorlatilag minden támadást ugyanennyi idő alatt góllal fejezzünk be. Trubojevic. Tóth Imre vele szemben. 9-6 az Olympiakos Pireusnak. Tóth Imre próbál labdához jutni. Trubojevic. Hadzi Teodoru megy be középre. Szabad dobás a görögöknek. Megmozdulnak, bemozdulnak. Jól csinálják. Tomakos. Kijön Pella a kapuból. Üres a kapu, üres a kapu. Pelle még vissza tudott táncolni. Lefordulunk, Kis Gergő megúszik. Forban vagyunk. Forban vagyunk, most kell majd betenni középre. Hagyják Gombos, lője el szögből, ha belövi, legyen az övé a dicsőség. Gombos nem lövi be. Voltirákis, amíg az egyik oldalon kimagasló a jó kapus teljesítmény, egy hiba ellenére addig nálunk rövid zálatok sora. Hát ez eldőlt, kedves nézők, ne haragudjanak, egyszer ezzel is szembe kell nézni, ezt is ki kell mondani. Egy sima meccsen. Psihosz. A tegnapi nap után mindenki azt mondta, hogy a legegyenletesebb teljesítmény a görögöké volt. Igazolták, méghozzá döntőben elbírták a tétet, nem remegett a kezük. Nem ijedtek meg attól, hogy nyerni kell. Pelle jön a labdáért, az utolsó percen belül. Még egyel tovább, Gombos, Biros. Megnyerték a görögök, már nem is védekezik Birossal szemben az ember, mint láthattuk, Tomakos. Belövik. Jéger szépít, az első gólja itt a pesti BL döntőben. Szépség tapaszt. Ez a hetedik Dominó Honvéd gól. Már sapka nélkül a görögök, már úgy ünnepelnek, úgy örülnek. Két gól. Olyan óriási különbséggel tudtak odaérni a végére. Olyan hihetetlen különbséggel. Hadzi Teodoru kap még sapkát, mert elszakadt az övé. Kásás Zoltán. Milyen érzések dúlhatnak benne. Profi edző, hát ez természetes. Nyerni akar minden mérkőzésen. De hát nyilván azért eszébe jut, hogy hány ember boldogtalan itt most. Eszébe jut. Újabb sapkát kér Hadzi Teodoru, a másik nem volt neki jó. És ez már a siker kiélvezése az utolsó cseppig. Megdolgoztak érte, jók voltak. Ezt el kell ismerni. Amit megtanultak a vízilabdából, azt hozták 100%-osan, és ne felejtsük el, amit mondtam. Az ifi Európa-bajnokságon döntőben voltak, az ifi világbajnokságon döntőben voltak, és nyertek, az utánpótlás biztosítva. Egy milliómos adta az első nagy tőkeinjekciókat. Kiállítás nálunk. Nincs miről beszélni tovább. És én azt mondom, elnézve itt a görögöket, ne adjanak nekünk bajnokok ligája döntőt, ne adjanak nekünk Európa-bajnoki döntőt, mert külföldön nyerni tudunk, ezen a Margit-szigeti medencén most átok van. Ez nem a mi medencénk, hiába hazai a pálya, ebben nem tudunk nyerni, és inkább menjünk akkor külföldre, de győzzünk. A tavalyi Európa-bajnokság után most a bajnokok ligája döntőt bukjuk el a hazai környezetben. Nem lehetünk boldogok. Boldog viszont az Olympiakos Pireus, a sportág történetében először görög győztes. Némi sikerérzésünk maradhat, hiszen Kásás Zoltán a győztes csapat szakvezetője. De a görög szurkolótábor örülhet igazán. És tessék elképzelni, milyen óriási lökést ad ez mindez az aténi olimpiának 2004-re. Ifi EB,
ifi VB aranyérem, bajnokok ligája döntő aranyérem, és hogy mi csúszott ki a kezünkből, aki átélte tavaly az Európa-bajnokság elvesztését, az pontosan tudja. Nem játszott jól a Honvéd a legfontosabb mérkőzésen, nem hozta a formát. Stúdió. Ja, marad nálam, jó. Kásás Zoltánt látjuk egyelőre a képen, és hát egy fantasztikus siker, amit elért. Nagyon-nagyon jó edző. Mindent, amit meghúzott, tulajdonképpen a döntőn bejött neki. Nem csak az, hogy egyszerűen készítette föl a csapatát, hogy megtanította a vízilabdára, a biztos játékra, a labda megbecsülésére, jól cserélt kapust, jól kért időt, jókor törte meg a játék lendületét, jól cserélt, szóval hát ezek is benne vannak, ugye, ezek is jelentenek egy sikert a végére. És csak azt tudom mondani, hogy borzasztó keserű az ember szája íze. Elbukott EB döntő hazai környezetben, elbukott bajnokok ligája döntő, és azt nézni, hogy más hogy örül, hát ennél sokkal, de sokkal jobb érzést is el tudunk képzelni, azt hiszem, ez egy pillanatig sem kétséges.